Köszöntöm nézőinket! Rendkívüli híradónkban a legfontosabb árvízi hírekkel jelentkezünk. Kora délután ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság. Egy korábbi döntés értelmében vasárnap déltől a Petőfi-szigetet lezárják, és addig a kitelepítés is megtörténik. Autóval csak a védekezésben résztvevők hajthatnak be. Forgalomkorlátozás várható az 55-ös számú főút Baja és Pörbőj közötti szakaszán is. Holnap déltől már egyetlen ingatlan tulajdonos sem hajthat le a Petőfi-szigetre, és gyalogosan is csak a hídlábánál kiadott, külön engedéllyel lehet a sziget területére lépnie azoknak, akiknek ingatlanuk van a területen. A Megyei Védelmi Bizottság döntött a Baja-Pörbőj közötti útszakasz forgalomkorlátozásáról is, amely vasárnap délután 2 órától lép életbe. Reggel 6 órától este 8 óráig óránkénti rendőri felvezetéssel történő forgalomirányítás fog történni, este 8 órától reggel 6 órát között pedig teljes útzárt rendelt el a Megyei Védelmi Bizottság, ez holnap 14 órától fog életbe lépni. A döntés mellett a Városháza szakemberei további szabályokat határoztak meg. Váltakozó irányú lesz a forgalom, egyszerre csak egy irányba vezeti fel a rendőrség a járműveket, és csak a déli hídkonzolt fogják használni. Az északi hídkonzolt azt lezárjuk pont amiatt, hogy a Dévécsi irányából, Dévécsi híd irányából ne lehessen fölhajtani, tehát ott 100%-osan meg tudjuk oldani, majd a zárás szemben nem közlekedjenek be gépjárművek. Zsigó Róbert hozzátette, a Nagypandúr-szigeten az értékeket óvják, a Petőfi-szigeten pedig a védekezés a terv szerint halad. Az önkormányzat közbiztonsági referense a Petőfi-szigeten megjelenő vízfoltok kapcsán mindenkit nyugalomra intett. Ez nem azért van, mert átszakadt a gát, hanem a Duna vize fölnyomja alulról ezeket a fakadó vizeket, és ezek megjelennek a Petőfi-szigeten, tehát ez nem a gát hibája, nem magát problémája. Telek Zoltán hozzátette, ezeket a problémákat a helyi védekezés keretében folyamatosan figyelik és kezelik. Szombat délelőtt a Városházán fogadta Zsigó Róbert polgármester a megyei kormányhivatal vezetőjét, hogy együtt tekintsék át az árvízi védekezés jelenlegi helyzetét. Kerényi János a Petőfi-szigeten zajló védelmi munkálatokat is szemlézte, ahol szakértőkkel is konzultáltak az eddigi és a további szükséges lépések megtételéről. Zsigó Róbert városházi tájékoztatóján elmondta, hogy eddig 39 lakost telepítettek ki Dunafürdőn, valamint a Nagypandúr-szigeten sincsenek már állandó jelleggel ott élők, így minden érintett biztonságban van. Ezt követően a Petőfi-szigeten zajló árvízi védekezés folyamatait tekintették meg a vezetők. Kerényi János elmondta, nagyon nehéz napok jönnek, de Baján időben kezdték el a védekezést. Baja város a szükséges intézkedéseket megtette, és ugye ezek a védvonalak, amiket most néztünk meg, tekintettünk meg, azok abból a szempontból lettek fölépítve, hogy itt a Petőfi-szigeten rendkívül komoly értékek vannak, tehát akár milliárdos károk is keletkezhetnének. Kerényi János hozzátette, hogy az önkormányzat minden állami segítséget meg fog kapni a védekezéshez. Elmondta, a kormányhivataltól 100 munkatárs vesz majd részt a megyei védekezési feladatokban, illetve más megyékből is érkeznek önkéntesek a Duna Bács-Kiskun megyei szakasza mellett élők védelmére. A hivatalvezető a példás összefogást is méltatta. A katasztrófavédelem megyei igazgatója elmondta, Bács-Kiskunban folyamatos a felkészülés. A katasztrófavédelem állományába tartozó tűzoltók, hivatásos tűzoltók minden helyszínen ott vannak az irányítók mellett, teszik a feladatukat, és az állományt irányítják. 24-24 órás szolgálati rendben dolgozik a tűzoltóság, a katasztrófavédelem rendszere. Vannak kollégáink most Pest megyébe vezényelni, hogy segítségre, azonban bármikor várhatóan már vasárnap visszajönnek, hogy addigra, amire ideér az árhullám megfelelő létszámban rendelkezésre álljanak. A Petőfi-szigeti ideiglenes védművet 1020 cm magasságra építik, hogy a szigeten található ingatlan vagyont képes legyen megvédeni. A Duna Bajánál az előzetes várakozások szerint csütörtök hajnalban tetőzik. Két közlemény következik.
Baja város önkormányzata köszöni minden önkéntes eddigi segítségét az árvízi védekezésben. Az elkövetkező időszakban fontos lesz a szervezettebb védekezés. Ezért azt kérik, hogy ne csak délelőtti, hanem délutáni segítségre is jelentkezzenek. Szükség van a délelőtt 12:30-13 óráig, és a délután 14:00-18 óráig történő munkára is. Jelentkezni az eddigi telefonszámon plusz 36 79-es körzet 527 184 vagy személyesen a Radnóti Kollégium mögötti homokdepónál lehet. Olvasható Zsigó Róbert Baja város polgármesterének közleményében. A Bács-Volán ZRT értesíti az utazó közönséget, hogy az árhullám következtében elrendelt forgalomkorlátozás az autóbusz közlekedésben is változásokat eredményez. Bátaszék-Baja közötti szakaszon Pécs, M6, Baja és Szekszárd-Baja viszonylatban közlekedő azon gyorsjáratok, amelynek Bátaszék-Baja között nincs megálló helye, Bátaszék után az M6-os autópályán és az M9-es autóúton közlekednek Bajára. A kerülő úton történő közlekedés esetén Bajára érkezés körülbelül 35 perc késést eredményez. A járatok a terelő útvonalon található megállóhelyeken nem állnak meg. Bátaszék-Baja közötti megállóhelyeket kiszolgáló minden további járat a teljes útzár elrendeléséig a járati útvonalon közlekedik. A járatok az óránként váltakozó egyirányú rendőri felvezetés esetén akár 60 percet is késhetnek. A korlátozások életbelépéséről és a változásokról a diszpécser szolgálatunktól tájékozódhatnak. Holnap 18 órakor ismét jelentkezünk a legfrissebb információkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!